Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ugye mondtam korábban már azt, csak itt még be kell állítom valamit a kocsi kompjúterén. Így, ezt mutassuk. Ugye mondtam korábbi videóban, hogy lesz majd olyan, amikor a egész napomat mutatom be, hogy mostanában hogyan telik, így utasozással. Most vasárnap van, és ugye ez egy lazább nap, mert mondtam azt is, hogy lazább napot akarok bemutatni, mert hogyha hajnalba kezdek, akkor egész nap olyan vagyok, mint a mosodszak, akkor nincs is kedvem videózni, meg ilyesmi, úgyhogy most nem kellett korán kelni, most reggel 9 óra 17 van, 11:30-kor van az első. Azok amerikaiak, a reptéről viszem őket a keleti pályaudvarra, mert szerintem mennek tovább majd Bécsbe. Aztán utána törököket fogok vinni a reptéről be a városba, utána a városból hozok ki, majd utasokat, azok nem tudom most milyen nemzetiségük, azt hiszem talán angolok, és ha jól emlékszem, akkor talán németekért megyek majd esti órákban, este 7-kor őket hozom ki a városból. Úgyhogy igazából itt nagy összeszaladás ma nem nagyon lehet. Főleg úgy egyébként, hogy az a New Yorki gép, ahonnan az amerikaiak jönnek, az már le is szállt, de 11:30-ra lett megrendelve, gondolom nem véletlen, de én már korábban mondtam neki, hogy ha kész vannak a terminálon, akkor nyugodtan írjanak, hát egyelőre még nem írtak. Most még én mindenképpen szeretnék elmenni előtte is lemosni az autót, mert hát kívül belül, de egyébként főleg kívülről elég ramatyul néz már ki, és most az idő is engedi, mert ráadásul közeljövőben eső nem lesz, úgyhogy ezt mindenképpen szeretném megcsinálni. Most, hogy így ugye visszatértem az utasszállításhoz, hogy mit vettem észre változást, akár így a városban. Hát a forgalomban egyébként hozzáteszem, hogy 2020-ban fejeztem be úgy, hogy tehát ugye utána már nem minden nap jártam be a városba. 2020 és most idén 2022 április volt az, amikor elkezdtem így már egyre gyakrabban bejárkálni a városba. Hát változások azért vannak, mert olyan épületeket húztak fel, ahol amikre én nem is emlékeztem egyébként, hogy egyáltalán ott építési terület volt. Tehát akár a 13. kerületben a Váci útnál, ott a felüljárónál, tehát ugye ahol átmegy a Hungária körút felett, ott is olyan házak épültek, ilyen irodaházak, akiket így én nem is emlékeztem arra, mondom, hogy így egyáltalán lett volna ott mondjuk akár egy építési terület. Aztán mi volt? Hát a közlekedésben dugók azok ugyanúgy vannak, mert nekem az az érzésem, hogy a legnagyobb probléma nem feltétlenül a bringasávokkal van. Azzal is van egy-két helyen gond, nem mondom, tehát van, ahol fölöslegesnek érzem, de vagy van, ahol ugye meg lehetne oldani másképp, de a legnagyobb probléma az a metrópótlás. Főleg, amikor így mész befele, tehát még az Üllői úti rész az annyira nem gáz, most elvileg augusztus közepéig ugyanúgy, hogy van, hogy végig pótlóbusz fog járni a teljes 3-as metróvonalán. Hát jó, rendben, igazából az már nem múlik semmi, csak utána remélem, hogy ezek a buszsávok, ezek nem alakulnak át bringassává, mert az hatalmas luxus lenne. Nem azzal van a bajom, hogyha bringassávokat csinálnak, félreértés ne essék, de az, hogy mondjuk egy Üllői úton egy komplett sávot elvesznek, vagy elvennének, az azért gáz lenne. De ez egyébként valószínűleg nem fog megtörténni. Szóval mondom, az M3-as metrónak a pótlása, az főleg a Calvin tértől, ott a Múzeum körúton végig, az ott eléggé problémás. A Bajcsin, hát mondjuk a Bajcsin annyira ott már nem. A újpesti rész, vagy ott a 13. kerületi rész, azt már annyira nem tudom, arra már annyira nem szoktam járni. Hát most így előjáróban ennyi, aztán majd természetesen folytatom még tovább, elmegyek autót mosok, utána hát lehet, hogy írok az utasnak, hogyha kész van, akkor mehetünk, de azt is vegyük figyelembe, hogy New Yorkból jönnek. Most körülbelül egy olyan jó 10 órás repülőút áll a háta mögött, ha nem több, és lehet, hogy még meg akar reggelizni, rendbeszedi egy kicsit magát, és lehet, hogy direkt azért kérte, mert 8 óra, most 9 óra 21 van, egyébként 8 óra 55 perckor leszállt a gép, úgyhogy 11:30-ra kérte, de rendben, igazából ez semmi baj nincs, mondom, maximum, hogyha ír, akkor én fel tudom venni őt korábban, de
Hát még nem most, most még pihenjen egy kicsit. Olyan rohadt meleg van, hogy veretni kell a klímát, mint a fene. Na, autót lemostam, utasokat felvettem és már ki is raktam. Hát természetesen korábban kellett neki a fuvar végül, hát mikor 10:30-kor vettem fel őket, ugye mondtam, hogy 11:30-ra van a rendelése, és én felvettem ugye, várjál már most itt hogy vannak, ja, hogy kijött ebbe a sába, ja van, akkor most így már, oké. Okay. Ugye felvettem őket 10:30-kor, most 11-kor tettem ki őket a keletinél, ilyen 9 óra után már írt egy kicsivel, hogy akkor, hát már mi, hát éppen mostam az autót, amikor írt, hogy akkor ők készen vannak, hogy mehetek értük. Hát mondtam, hogy még várj egy kicsit, mert még dolgom van, de akkor mondtam neki, hogy 10:30-ra viszont simán odaérek. Na mindegy, nem volt velük semmi extra igazából, nem nagyon beszélgettünk, tehát látszolott rajtuk a 10 órás repülőút. És most menjünk vissza a reptéren, mondjuk még van idő, hogy a török gépnek az utasait felvegyük. Aha, hát mert az is korábban jön. Érdekes, az egész hetem egyébként úgy nézett ki. És azért se izgultam nagyon túl ezt az egészet, hogy akkor most annyira siessek az utasokért, mert ez a hét, az elmúlt egy hét, de lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy az elmúlt két hét az arról szólt, hogy folyamatosan késtek a járatok, folyamatosan azon izgultam, hogy hogyan érek oda, mint érek oda. Voltak, gondoljatok bele, voltak olyan gépek, amik ilyen 4 órát bekéstek. Volt olyan, akit emiatt nem is tudtam elvinni, mert annyira összecsúszott minden, hogy mondtam neki, hogy bocs. Na most ugye ilyenkor mi van? Hát a pénz visszafizetése nem jogosult, ugyanis hiába rajta kívülállók, ez rajtam is kívülállók. És ez nem tudok mit csinálni. Lehet egyébként biztosítást kötni a különböző légitársaságoknál ezzel kapcsolatban. És egy bizonyos érték határig, akkor megtérítik a kárt. Hogyha te igazolni tudod, hogy te mondjuk mit tudom én egy fuvart, vagy mondjuk egy transfert lekéstél emiatt, ugye te mint utas, és ezt tudod valami számlával vagy papírral igazolni, akkor ők azt elvileg megtérítik neked. Úgyhogy olyan késések vannak, és azért egyébként leginkább, mert munkaerőhiány van. Tehát akár a budapesti reptér is, hát gondoljatok bele egy ilyen csomagrakodási melóra már ilyen 350-400 ezer forintot is lehet vele keresni. Aztán Milánóban is egyébként emberhiány van elég keményen, az azért látszik, mert onnan rengeteg gép késik. Londonban is elég komoly hiány van, Németországban meg iszonyatosan nagy káosz van, mert amúgy a légitársaságoknál is emberhiány van. A Lufthansa már az egész nyárra egyébként törölt járatokat, tehát ilyen hetekre előre menően már látszik, hogy az nem fog tudni felszállni az a gép, mert nincsen ember, aki dolgozzon. Úgyhogy, hát igen, most ugye az igény az megnőtt, ugye megint a utazásra, de ezt a légitársaságok nem tudták, meg a repterek sem tudták jól reagálni, és ez nem feltétlenül az ő hibájuk, csak hát ugye Covid idején rengetegen ott hagyták a szakmát, és lehet, hogy talált valami más, lehet, hogy talált valami biztosabbat, jobban fizetőt, vagy egyszer csak megszeretett valami mást, és nem megy annyira vissza. És ezért van az, hogy most már az a durva egyébként, hogy úgy próbálnak meg például, amikor nézem a reptéri álláshirdetéseket is, vagy szembe szokott velem jönni, mert ugye a Facebookon például lájkoltam ugye a Budapest Airportnak az oldalát, és akkor ott megjelennek sokszor ilyen álláshirdetések, és ez a nem kell képzettség, nem kell papír, nem kell semmi, csak gyere, majd mi megtanítunk, ez a mód. De egyébként ez tök jó, mert beletanulsz mondjuk egy szakmába, amit lehet, hogy utána mondjuk tudsz hasznosítani, most akár itt ilyen gépkezelésekre gondolok, mert azért a repülőtéren is vannak gépek, amiket itt tudnék elkezdeni. Na hát végül úgy döntöttem, hogy hazamegyek, ugyanis a gép bekésett körülbelül 3-4 órát. Mosogtam amúgy ki az utasokat, tessék csak mennyi. Mosogtam ki az utasaimat, tehát már megvoltak, tehát már túl vagyok a fuvaron, ezen a török fuvaron. 4-en voltak, van tévéstáb egyébként. Ide az egyik ilyen puccosabb hotel, az Intercontinental Hotelba hoztam őket. És most megyek tovább, mert közben jött most még egy fuvar.
egyik kolléga felhívott, hogy tudnék neki segíteni. 15 óra 50 perckor, hát még egy jó 40 percen van addig, és utána sietnem kell vissza a következő utasért. Úgyhogy a bármennyire sohazának tűnt ez a délután, végül így, úgy néz ki, hogy így húzósabb lesz a dolog. Amúgy teljesen korrektek voltak, ugye azt mondtam az előbb, hogy annyi járatkésés van mostában, hogy az elképesztő, és tök furcsa, hogy jó, ez most csak 3-4 órát késett, nem egy nagy tűz, de furcsa az, amikor mit tudom, 3-4 órát késik egy gép, és volt olyan múltkor 4 órát késik, és akkor annyit írnek az utas, hogy hát most úgy néz ki, hogy 4 órát késik a gép, de hogyha többet késik, akkor majd szólok. Úgyhogy este 10-kor kellett volna, hogy leszálljon a masina. Tehát az azt jelenti alsó hangon, hogyha 4 órát késik, hogy hajnal 2 vagy éjjel 2-re bekésik, hogyha még többet késik. Végül nem tudom, hogy mennyit késett, mert mondtam neki, hogy sajnos ez így nem fog menni. Végül nem késett egyébként olyan hülye sokat, mert ilyen 1 óra környékén meg is voltak a srácok Dániából. És az volt a lényeg, hogy nekem ettől függetlenül borult az esti program. Tehát amikor én nagyjából félúton voltam befele a városba, akkor írtak nekem, hogy akkor ők most megvannak és hol várjanak rám. Hát mondtam nekik, hogy még egyelőre bárhol várhatok, mert még körülbelül 3-4 óra, mire visszaérek. Tehát onnantól számítva kb. 4 óra, amíg beérek a városba, és még kb. Egy fél óra, amíg visszaérek. Hogy 3-4 óra? Hát mondom igen, hát hogy ez micsoda egy lehúzás. Hát reg, nem tudok mit csinálni, bekésett a géped, nem is keveset. Nem büntethetek ezért olyan utast, akinek meg időben jön a gépem, abszolút a másik gép meg nem kész, sőt egy percet se. Tehát nem tehetem ezt meg emberekkel. És ugye ez nem egy taxiszolgáltatás, mert taxit hívsz, rendben, akkor hívsz taxit, amikor úgy érzed, hogy neked menned kell, vagy akár a reptér is akkor hívsz taxit, amikor te meg vagy. Tehát amikor ott állsz kint, vagy ugye beülsz ott egy főtaxiba, de akár hívhatsz is magadnak. Ez baromi egyszerű, de egy ilyen transfer szolgáltatást, ezt időpontra rendeled meg, és rendben van, hogy tolerálni kell egy bizonyos késés, de van, amit nem tud az ember tolerálni, mert ugye egy nap nem egy fuvaron van, nekem se. Tehát ha arról lenne szó, hogy egész nap egy fuvaron van, akkor persze, hát akkor rendben, akkor várok, vagy hát ugye addig hazamegyek, vagy addig el se indulok a reptérre, amíg le nem szállt a gép. De ezt nem lehet így megcsinálni, így, hogy több fuvarról megy mindenki, minden késik, meg ilyesmit, tehát muszáj valakinek megszívnia ebben az esetben, és sajnos ez az utas lesz az, akinek késik a gépe. Mindegy, az a lényeg, hogy utána visszaértem értük 3-4 órán belül, és mondták, hogy nagyon éhesek, hogy mit lehetne tenni. És nekem igazából belefért az időmbe onnantól kezdve, mert hoztam kifele hajnal 3 óra 50-kor. Hát mondom, hogy gyerekek, gondoljátok, beugorhatunk egy Mekibe. És akkor beugrott, elmentem velük a drive-ba, McDrive-ba, és megkérdeztem, hogy mit kérnek, mert hát ugye nekem kell megrendelnem, mert én vagyok a sofőr, tehát én vezetek. És akkor 12, 6-an voltak, 12 szendvics volt összesen, 6 sajtburger, meg 6 chicken szendvics, vagy ilyen csirke szendvics. Nem meg chicken, hanem van az a klasszik, ilyen kicsi klasszik csirke szendvics, abból 6, és akkor így összesen 12, és hát ennyi. Megkaják, elkérdezték, hogy kajálhatnak az autóval, mondom, jó, negyetek, nem bánom, nem, de nem hagytak mocskot, és semmi, egy gram morzsát nem hagytak, úgyhogy tök rendesek voltak. Úgyhogy így szépítettem, mert hát én sajnáltam amúgy, hogy ennyit kések, de vagy hát mondjuk úgy kések, hát ők késtek, de sajnáltam azt, hogy még várniuk kell, csak tudod, hogyha nekem elkezd panaszkodni azért, mert hogy igazságtalan, vagy hogy mondta, hogy micsoda lehúzás, ugye azt mondta, hogy micsoda lehúzás, ha az lehúzás neki, hogy 45 percet várni kell, a 3 órás késés a Ryanair részéről, ez neki nem lehúzás? Vagy ez hogy kell ilyenkor elképzelni? Hogy az simán belefér? Tehát nem akarom elhinni azt, hogy utána ő bármilyen negatívabb hangvételű e-mailt küldött a Ryanairnek, hogy figyelj már, késtél 3 órát, vagy késett a gép 3 órát. Ott érdekes, az embereknek amúgy a nagy része tényleg úgy van, hogy ott belefér. De a sofőr, aki egyedül van, és lehet, hogy borul az egész napi rendje, és nem tudja átpasszolni a fuvarjait sehova, csak hogy neki jó legyen, mert mint annak az utasnak, akinek késett a gépe, ő, hogyha késik egy
fél órát, 40 percet, akkor az már gigantikusan nagy probléma és mekkora egy lehúzás. Mert hogy ő nem ezért fizetett. Hát persze, hát nem azért fizetett nyilván, hogy fél kettőkor vegyen fel, hanem azért fizetett, hogy este 10 körül vegyen fel. Úgyhogy ez van. Mivel vasárnap van, ezért a közlekedés egyszerűen fantasztikus a városban. Gyakorlatilag 27 perc alatt be lehet érni a reptérről. És hát most lesz egy kis időm, szerintem mondom, egy jó 3-4 órám azért lesz, fél óra, 3-4 órám lesz a következő fuvarig, úgyhogy majd ha őket kiraktam, akkor jelentkezem egy ilyen gyors bejelentkezés, majd ugye rongyolnom kell vissza fel a következő kanyarért, mert őket meg 5-kor veszem fel, tehát fél órán van kiérni a reptére kirakni az utasokat, és fél órán van visszérni, ami elvileg nem kéne, hogy probléma legyen, maximum az utasnak írok, hogy figyelj, 5 percet kések, mert szerintem 5 percnél többet nem fogok. Na, hát kiraktuk az utasokat, minden teljesen oké volt, végül 4-en voltak nálam csak, tehát 4-en ültek be, 3 ilyen kis busszal álltunk meg ott, az első autóba ültek 6-an, következő, egyébként tök mindegy, tehát következő 7-en hozzám meg csak 4-en, úgyhogy végül ez volt a sztori. Az egyik kolléga még ment tovább egy másik szállodához két utasért, és erről jutott eszembe egy utasos sztori. Ugye van, amikor így annyira összesűrűsödnek a transferek, hogy egyszerűen kénytelen vagy azt csinálni, hogy hát hiába fizettek ugye mondjuk úgy privát transferért, kénytelen vagy azt megtenni, hogy összeülteted őket. És volt ilyen az elmúlt hetekben egyszer, egy olasz brigádért 7-en voltak, értük kellett bemennem a városba, a Dohány utcába. És rá egy óra múlva kellett felvennem a következőt. Ez is hétvégére esett, úgyhogy igazából ilyenkor egy óra bőven elég, ugye, hogy visszaérjek. Egy óra múlva kellett felvenni a következőt, gyakorlatilag onnan egy pár utcával feljebb, a Dohány utcáról nyílik, már meg nem mondom, hogy melyik utcába mentem, de a Dohány utcáról nyílik egy 6-7 sarokkal feljebb. És a második utas, az egy hölgy volt, és írt, hogy hát meg lehetne azt csinálni, hogy korábban megyek érte egy fél órával. Hát mondtam neki, hogy ez nem fog menni, mert hát utasokat veszek fel, de mondom, annyit tudok tenni, hogy ezért sietek, ahogy tudok, és majd írok, hogyha már ott vagyok a közelben, és akkor le tud jönni, gyorsan bepattan, azt megyünk. És aztán közben egyébként nekem ez le se esett, hogy ezt meg lehet oldani egyszerűbben. Szerintem azért pára rájöttek, hogy végül hogyan oldottam meg. Ugye bementem, azt hiszem délután 3-ra bementem a hétfő olaszért, olaszok voltak, és a hölgy is egyébként olasz volt, és amikor felvettem a srácokat, pont akkor jutott eszembe, hogy hát basszus, hát itt vagyok nem messze, miért nem szólok neki? Jó, oké, hogy itt nem fél óra, hanem kb. Egy olyan, meg késtek amúgy egy kicsit az olaszok, tehát ez a 7 olasz, de kb. Egy 50 perccel veszem fel hamarabb, nem fél órával. Gyorsan írtam neki, hogy meg lehet azt oldani, hogy 5 perc múlva nem van. Azt mondta, hogy most azonnal megy lefele. Mondom, király, szóltam a srácoknak, hogy srácok, megoldható-e, hogy még egy olasz hölgy velünk jön. Hát ők nagyon örültek neki, gondolj bele, 7 olasz srác, és tökre örültek neki, hogy lesz női társaságuk is. De most szerintem ők azt hitték, hogy ez a hölgy, hát olyan 30 év körül, amúgy ilyen 45-50 év körüli hölgyről beszélünk, de így is el tudtak beszélgetni útközben, meg itt a rögtön ők úgy kezdték, hogy itt a hangrendszerre rá tudnak-e csatlakozni, és olasz zenéket nyomadtak itt. Úgyhogy végül megoldódott a dolog, nekem az annyiban jó volt, hogy spóroltam egy kanyart. Utas nem ért ki később, gyakorlatilag semmivel, és jó társaságban volt mindenki, és nekem nem kellett visszamenni, tehát még időt is spóroltam, meg kilométert is spóroltam, egy órával hamarabb mehettem hozzá. Tök király. Na, hogy annyira nem szerettem ezt az összeültetést, ezt így városból, ha úgy van, akkor azért úgy könnyebben meg lehet csinálni, hogyha arról van szó, mert mondjuk arra meg tudod kérni az utast, a fél órában már nem szoktak annyira belemenni, hogy fél órával hamarabb venném fel. A negyed óra az nem szokott nekik gond lenni általában,
Úgyhogy a városból ezt könnyebben meg lehet csinálni. A reptérnél ugye problémás, mert ugye hiába mondjuk titeknek nagyjából egyszerre száll le két gép, ha az egyik Münchenből jön, a másik, meg mit tudom én, Glasgowból, most csak mondtam egy példát, az különböző időkben fog kijönni, mert ugye Glasgow az ugye nem EU, München viszont Európai Unió, tehát ugye aki Nagy-Britanniából jön, annak még azt még átvilágítják, átnézik meg ilyesmi, viszont aki Münchenből jön, ő vele már nem nagyon fognak foglalkozni. Úgyhogy ott azért ez neccesebb dolog. Este általában annyira nem gáz, gyorsan visszaérek, meg mondom, amit ugye az előbb is mondtam, ilyen nagyobb késések esetén, mit tudok csinálni? Várj egy kicsit, hát már hozzászokhatod. Személy dolognak hangozhat, de nem tudok én semmit csinálni. Tehát azért, mert ő késik, én nem fogok ezért lepasszolni valakinek, és akkor én bukom a lóvét. Tehát nem. Amit tudok, megteszek értük, nekem nem célom hátrahagyni senkit. De múltkor meg az volt, hogy töröltek egy járatot. Tehát konkrétan törölték a gépet. Erre mit tudsz mondani? Tehát nagyjából, amikor a reptéri alkalmazás folyamatosan csak azt jelezte, hogy majd késni fog nagyjából éjfélre. És nagyjából, amikor menetidő szerint le kellett volna szállni a gépnek, akkor írt SMS-t, azt hiszem iMessage-e vagy WhatsApp-on keresztül az utas, hogy hát törölték a járatot. Ja, oké, köszi. Akkor ez most szerintem bukó, és utána egy jó 20 perc múlva jelezte nekem az applikáció is, hogy hát igen, az törölve lett az a gép. Úgyhogy igen, ez van. Mondom, sajnos ehhez hozzá kell szokni, mert a légitársaságok mostanában majd ebből az egészből sportot fognak űzni. Nem tudnak ők semmit csinálni, sajnos. Tehát most így fel kell áldozni gépeket. Na hát az a helyzet, hogy ugye mondtam nektek, hogy az egyik az angol lesz, akit hoztok kifele. Hát nem angol volt, hanem indiai. Velük nem is volt úgy semmi gond. Kivittem őket, utána akkor még volt annyi időm, hogy a futár kollégákhoz, hogy oda gurultam a Meki parkolóba, beszélgettem velük egy pár mondatot, meg ilyesmi. Aztán talán szépen megindultam a városba. Na most egy olyan utasért jöttem, akit annó nem tudtam elvinni, mert neki például késett nem tudom hány órát a gépe, és mondtam, hogy ezt sajnos nem tudom most így megoldani. Nem is problémázott az egésszel, semmi gond nem volt. Viszont kaptam ma egy megerősítő e-mailt, hogy szüksége van az utasnak a visszaútra ma este 7-kor innen a városból. Én ide is jöttem egyébként 7-re, senki nem jön ki, írok neki, hogy akkor én itt vagyok, semmi válasz. Aztán hát megnézem már, mert a járatszám az megvolt, amivel megy el ugye innen Pestről. Hát az a gép az Kölnbe indult volna 10 órakor, 21 óra 55-kor, de törölték. Na mondom, akkor itt valami gebasz van, mert akkor ezek valószínűleg nem fognak jönni, mert valószínűleg elment ugye akkor egy másik járattal, és igazam is lett nagy valószínűséggel, mert megnéztem, és Kölnben van egy másik gép, az korábban indult, tehát szerintem átbukkoltak arra, tehát átcsekkoltak arra, átrakták magukat arra, és azzal mentek el, az 19 óra, ebben ezekben a percekben száll fel, de ugye nekem nem szólt senki, úgyhogy ilyenkor mi van? Na most ezért jó az, hogy előre fizetnek, ugyanis ilyenkor a pénz az ugyanúgy nálam marad. Főleg úgy, ugye, hogy a hibát abszolút nem én követtem el, én ezt igazolni tudom. Természetesen akkor igazolom is magam, tehát ne az legyen, hogy megvádolnak azzal, hogy nem voltam itt. Igazoltam is screenshotokkal, fényképekkel, tökem tudja mivel, hogy én itt voltam. Úgyhogy ez így nem jött össze. Annyiban jó nekem, hogy így valamivel hamarabb érek haza, mert most nem kell, most megyek már hazafele, tehát nem kell kimennem a reptérre, hanem egyszerűen minden hazafele zúzok. És akkor nekem ennyi volt ez a mai nap. Hát nektek egy kicsit így rövidebbnek tűnt, mint nekem. Ettől függetlenül egyébként elfáradtam, és valószínűleg emiatt a rohadt meleg miatt, mert most viszonylag jól ki tudtam aludni magam a mai napra. De igazából érzem magamon, hogy inkább azt mondom, hogy 2 nap ez elég erős volt. És ritkán szoktam egyébként olyat, hogy egymás után
sokszor hajnalozok, de most például ezen a héten egymás után háromszor is hajnaloztam. Régebben mindig úgy csináltam, hogy egy héten kb. Kétszer vállaltam hajnali fuvart. Ha úgy esett, hogy szeretett volna valaki nagyon, és akkor hajnalos fuvar, meg ilyesmi, nem, bocsi, nem érek rá, nem jó, nem tudom vállalni, mert egyszerűen egy porcikám se kívánta. Most az az érdekes, hogy jobban bírom ezeket a hajnalozásokat. Lehet, hogy most, hogy így visszatudtam ehhez a munkához térni főállásba, lehet, hogy azért, mert így most van motiváció, és ez így tudat alatt hajt engem valamennyire. Ezt tudom esetleg elképzelni, nem tudom, van-e ennek így, van ebben bármiféle ráció. Holnap is hajnalra megyek, azt már nem fogjátok látni, hogy hát azt már nem fogom így mutatni, úgyhogy ennyi lettem volna már. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem azért úgy élvezhető volt ez a content, úgyhogy majd még lesz ilyen, mert remélhetőleg lesz még jó sok fuvar. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!